Hello, bello! Nagyon kellemes, szép estét kívánok mindenkinek, boldogságos szerdát! Vagy valami hasonló. Most hirtelen eszembe jutott a Jó Barátok című sorozatból az a rész, amikor a lakást cserélnek meg minden, és Rachelt kiakasztja a Pali, aki minden reggel énekli az áriát, hogy jó reggelt, meg nem tudom valami hülyeséget, nem tudom, hogy jutott eszembe, bocsánat, elnézést, üdv mindenkinek, szia Péter, szia Kálmán, gyáva nyúl, Johnny, Hero, hello, hello, üdv Kiyoshi, Zodi, Veike, Veldurf, Lightfoot Girl, Kálmán, mindenkinek, hello, szia Nekro, csőzet, főzet, mi a helyzet, jó? Meséljetek, hogy hogy telt a napotok. Itt vagyunk a hét közepén, és most joggal mondjuk, hogy a hét közepe, mert hogy felhívták a figyelmemet ugye arra, hogy a héten a szombat is munkanap, úgyhogy akinek tőlem kell megtudnia. Bocsi, nekem is mondták. Én amúgy is dolgoznék, tök mindegy. Szóval, hát még egyszer ennyit ki kell bírni, és utána lesz egy nap pihenés már akinek. Meg már akinek munkanap eleve. Úgyhogy, ja, nekem a mai napom, képzeljétek el, igen erősen rohangálós volt. Hogy mennyire rohangálós volt, azt meg is mutatom nektek. Várjatok egy fél pillanatot. Mármint nem azt mutatom meg, hogy na mindegy, tehát, na, egy fél pillanat. Mert hogy így éreztem így hazaérkezésemkor, ami 18.50, nem, 18.30 valamikor volt, de hogy nem tudom mennyire fog látszódni, annyit mentem ma, az ott a gyalogsági mutatóm, keveset sétáltam ma. 17,4 km, 21.300 lépés. Hát lehet, hogy ma olyan kellemesen el fogok dőlni. 17 kilométer az semmi, te vagy már egy semmi. Persze. Ez tipikusan olyan, amikor mész egy jó kört mondjuk egy ilyen kódba, megölsz, van 5 killed, vagy nem, van 10 killed és 2 halálod, és örülsz, mint majom a izének, hogy hú, de jó vagyok, és akkor de nálam ez egy run alatt van 35 kill, jó? Jó? Ez most olyan volt, Zodi. Igenis, 17 kilométer séta, az nem lófüty, úgyhogy tessenek ezt felvésni magatoknak, hogy pláne egy streamernek, aki amúgy nagyon sokat itt ül, az hát annak ez távolság. Én ugyanennyi lépés alatt 36 kilométert sétálok. Mekkora vagy te, cula? Azt így, ha 20 ezer lépéssel, 21 ezerrel, te 30... Tehát dupla akkorát lépsz, mint én. Pedig én 1.85 vagyok. Jesus Mother of God. Én meg itt büszkélkedni akartam, hogy mekkorát mentem a mai nap. Hát nézd meg, azt beótanak. Ilyet? Na jó van, hát akkor tudjátok mit. Akkor nem is mesélek semmit, menjünk játszani. Igen, bedurcisztam. Menjen az Asterixhoz. Szép estét mindenkinek. Jaj. Amúgy szép teljesítmény, GG, kösz. Köszi. Köszi szépen. Cserébe mindenki fülét megöljük. Üvőteni fog a game. Kaptam itt egy jó tanácsot Lord Fairytől, amit amúgy nagyon szépen köszönök, hogy érdemes manuálisan menteni többször, mert hogy tud crashelni adott esetben a videójáték. Na de visszatérve, amúgy tényleg... itt a játékra. Ma folytatjuk azt, amit tegnap abba hagytunk, az Asterigos nevezetű videójátékkal fogunk természetesen játszani, mármint nem, ez nem természetes, de hogy ezzel fogunk játszani, mert hogy egészen megtetszett a tegnapi nap, így az első rá pillantásra, úgyhogy lássuk, hogy mit tartogat még nekünk ez a videójáték, mielőtt bármiféle pálcát törnénk felette, ítéletet mondanánk róla, hát mélyedjünk bele egy picikét jobban. De hova is rak vissza minket, ugye? Ez volt egy kérdés számunkra. Na, szóval, hogy hova is rak vissza minket, ez volt az egyik kérdés. Ugyanis legyőztük a helyi hülyét, a boss-t, és még azért volt egy-két hely és irány, amerre tudtunk volna menni, és én azt szerettem volna megcsinálni, mielőtt visszamegyünk Minervához, mert ugye megtaláltuk a Shifting Stone valamit a bossnak a raktárába, és ugye kiderült egy echo-ból, hogy ez a boss, a helyi gettó vezetője,
barád, vagy nem is tudom már, hogy hívták, ugye a félistenek, istenek által, hát, vagy hát a gonosszal, a Eumenidésszel, vagy kivel, hát összeszűrte először is a levet, aztán pedig szépen összevesztek, úgyhogy ezt tudtuk meg ilyen információként. A másik pedig, ami érdekessége lehet itt a helyzetnek, hogy ugye alapvetően nekünk így csendesebben kellett volna megérkezni itt ezen a helyen, és csak elcsennünk kellett volna, vagy valamilyen módszerrel megszereznünk azt a kavicsot és kőzetet, amit megszereztünk. Ennek ellenére mi némi csinyadrattát rendeztünk, és megöltük a helyi hülyét, a vezetőt, úgyhogy ennek Minerva valószínűleg nem annyira fog örülni. Viszont, ugye errefelé jöve itt volt az egyik miniboss, akit lecsaptunk, itt volt a vásárlási lehetőség, ugye errefelé jöve volt még lehetőségünk ide-oda elnézni. Én azt szeretném megpillantani, remélem, hogy nem veszitek zokon, vagy rossz néven, hogy egy kicsit még kalandozunk, mielőtt visszatérünk a Minerváikhoz. Eszembe jutott a név, ne aggódjatok. Szép estét közben mindenkinek, üdvözlek, üdvök. Uff, meg hasonló. Jó, tehát ugye itt volt a fight, hatalmas csatározások, ugye többszörre sikerült sajnos, mert hashtag béna a streamer, és ugye ha jól emlékszem, ugye lefelé ha mentünk, akkor ott volt ez a vault. És egyrésztről lehetett volna, lehet ugye lefelé menni a mocsárba, de oda még szerintem nem érdemes mennünk, mert oda valami szerintem kelleni fog, ugye itt van némi mindenféle cutli-mucli. És akkor fölfelé mentünk, és ott találtuk meg az Echo-t, és onnan fordultunk vissza, hogy mentsünk egyet, illetve hát elfáradta a testünk, lelkünk. Na most csak kifogás.txt-ként, hogy igyekszem fit maradni itt a stream alatt, agyilag leginkább, de hát azért csak hogy az a lépés mennyiség azért nem múlik el tünet nélkül, úgyhogy egy kicsit azért hát megfáradtam, azért ezt így be kell, hogy ismerjem. Szóval, várjátok, fölfelé nem tudtunk menni, mert fölfelé igazából csak egy loot volt, és itt volt ezen a hídon az Echo, amit megnéztünk, és akkor most át akarnék nézni oda a túloldalra, mert tudom, hogy a fő feladat az az, hogy vigyük vissza. Most nem tudom, ez mennyire hülyeség a részemről így kalandozni, de én ilyen bátor vagyok. Hát sem erre. Hello? Uff, poor calf. You ride in... Mi? Kivel beszélgem? Hello, szia! Hűha, kettem vannak. Hatalmasat rakok. Szerintem meghalt. Kaptunk egy orákulum ort. Az orákulum köve. Meg HP töltő, az mindig jó. Bátor, Sir Martin. Ott van a fiú, ott van a legény. Jár. Játsszuk le. Ráfutok. Szurkapiszka. Megmásza. Hashtag megmásza. Ez itt van. Itt egy csillárnak nevezhető valami. Jó, ez egy ilyen börtön. Ablakába soha nem süt. Hop. Egy halott katona naplója. The Archon has ordered a retreat, but squad 12 was ambushed by cultists. They attacked with harpies, dropping boulders from above, killing 3 in my squad. Our escape route has cut off. Bezárták őket, vagy levágták őket a menekülési útvonalról, és hát lemészárolták őket. Stardust Supply Steals, aha. De várjátok, csak itt van itt egy ilyen kis ajtó. Hello, jó napot kívánok, üdvözöllek. Kicsit rányitottunk, ott éppen megy a ricsi-recsi. Végeztél? Ó, de ne essünk le. Óvatosan, mert ugye be tud robbanni a liszt. Gyúlékonyabb a cucc.
Jó, ő halt. Hopp, egy dodge, hopp. Hopp, még egy dodge, hopp. Hoppá, hopp. Na még két ütés, nem? Egy, 390-es ütés. Szép estét mindenkinek. Hello, bello. Jó. Azt mondja, hogy a gyúlékony por itten leledzik, és lehet lefelé menni, és ott fönt is lehetett még oldalra menni. Hú, lehet, hogy lesz gond. Követ azt, hogy mennyire fogom tudni... Igen, erre lehetett menni. Hogy mennyire fogom tudni követni, hogy merre mentünk, és merre nem. Mert hát... Hey! Hey! Nekünk... Hé, ez nem... Volt egy ilyesmi shortcut, de ez nem az. Tehát az a másik toronyban volt, várjál. Szia Lightwood girl, köszi szépen, hogy benéztél. Jó pihenést, jó pihenést. Tehát volt egy... Ez egy ilyen shortcutos létra? Igen. De ez hogy lehetséges, hogy ugyanaz az másik oldalon volt? Szerbusz! Viszlát. Vagy nem a másikon? Itt már jártam, mert ez a láda ki van nyitva. De... Ez hogyan lehetséges? Gyerekek... Totálisan nem tudom, mi van. Tehát ez az ajtó... Oké. Az ajtó a shortcut vissza. Konnichiwa. Vóvibom vum vum brum brum. Oké. Jó, és akkor erre fölfelé, ha megyünk, az viszont új terület. Ott még nem voltam. Így is van. Jó, akkor ezt beaktiválom, és akkor most már tényleg menjünk vissza. Ha már ő annyira akarja. És hogy kell visszamenni? Interaktációval? Nem. Ez a journal, inventory, profile, ability pontunk van, azt majd elosztjuk. Volt valami portal scroll, azt akartam mondani én is, azt mondom én is. Három darab van belőle, ez az, nem? Teleport the user, shelter's conduit, ez az. Use. Teleportációs jelleggel visszatérünk. De jó ez a tea. Öcsém, hát ilyen basszus... Azért jöttünk, lányom. Szóval, hogy ilyen basszus effekteket utoljára, izé Sauron halálakor hallottam. Hey, sweetie, what's up? I want to upgrade my weapon, yes? Sword and shield, yes? Klutty. Megtörtént. Milyen tea? Marakujás. Thank you. Oké, és akkor Minerva. Hello, Bello. I am here. News travels faster than you, it would seem. Was it you who killed Barak? I'd hoped you would act with more discretion. Sorry, the shifting stone had been moved deep into the granary. There was no avoiding a fight. Quintus also told me about the situation in the Black Streets. Rod had been pushing the people around for a long time. He was a bully whose evil had no limits. Mm-hmm. Quintus. Regardless, I clearly told you that if you can't keep a low profile during this mission, you should talk to me. That tyrant lorded over the people of the Black Streets. I couldn't just sit back and do nothing. You just ignored our agreement and killed him? His death won't save the Black Streets. That's just your own wishful thinking. Once a new leader comes to power, the people will have even more trouble to deal with.
Jajaj. I hope you're not doing this to prove your strength, because if you are, you've only succeeded in highlighting your stupidity. De én nem akartam megölni. Oh, you truly are a rude child. You don't even have an ounce of respect. Here, the echo. Take it. Okay, megkaptuk az echo-t. Child, so I'll give you one more chance. Think carefully about what I said. Once you're ready, come find me. Jó, megkaptuk a first contractet. Oké. Okay. Nagyon fontos, ezt most muszáj elmondanom, hogy amit már felróhatunk be, tudom indie game, de amit felróhatunk negatív oldalra, az a hangkeverés. Itt is üvölt a zene, érted? Úgy, hogy már nem tudom hányszor be volt állítva meg. Na mindegy. Interaktáljunk. Otherwise, I won't be able to continue cooperating with you. Understood. Next, I'll give you three missions at once. Aha, egyszerre három missziót kapunk most. Investigating a magical anomaly and retrieving a weapon of great power. Ujjjjjj! The area is divided into the Argus Bazaar, the Stella Mine, and the Fallon Academy. Oké, három helyre le kell majd menni, visszaszerezni három különböző dolgot. Got it. Then let's get started. Let's get started. Szóval, vagy menjünk a bazárra, vagy az akadémiára, vagy a bányákba. Ajjaj. Na ugye a Black Street, itt voltunk már egyszer. Azt mondja, hogy Argus Bazaar was once the most lively and prosperous civilian district in Apes. A place where all kinds of merchant artisans and artists gathered. Now, though it's been occupied by the heretics of the esoteric school of the Astrus and has turned into a gloomy place shrouded in mist. Shrouded in mist? Érdekes. Úgyhogy ja, mivel lemaradtam egy csomó mindenről az előző streamben, van valami kötődés a mi világunkhoz, már csak a Minerva meg Rodosz nevek miatt gondolom. Igazából, hát ugye a mi világunk valamilyen szinten, de az istenek jelen vannak. És hát kihasználják az embereket, és valami átok ütötte föl a fejét, mondjuk így. Igazából ugye főhősünk az apját szeretné megtalálni, mert az apja egy misszió alatt úgymond eltűnt, és itt most kiderült, hogy a helyi főgoni, aki itt a Eurydice-ba mész, akárki, ő használja ki a fatert, és hát utasítgatja mindenfélére, amit a fater valószínűleg nem is akarna, csak nem tudom pontosan, hogy mi az oka, de hogy na mindegy, ő suttog a fülébe, és annak megfelelően cselekszik, ami nem jó. Mert ugye ezt a várost az északiak megtámadták, és az ugye az északiakhoz tartozik a fater, meg hát mi is igazából. Ilyen Phoenix Rising a sztori? Nem egészen. A feelingje a játéknak lehet ilyen Phoenix Risingos, de amúgy alapvetően van itt Phoenix Risingtól kezdve, mondjátok már, mi az a Kena, és szerintem mondható, de alapvetően a mechanikája a játéknak az egy Souls-like feeling, vagy Souls-like szerűség akar lenni. Na de, hova menjünk először? Közben Csokis Muffin, köszönöm szépen a 100-as csírt, köszönöm a támogatást. Messzene is gond volt, a Perbeszéd halka csata, és a zene az üvölt. Igen, ez nálam is próbálom itt valamennyire kontrollálni, de nem annyira sikerül mindig. Meg nyilván valahol nem is lehet, tehát hogy na mindegy. Van-e tippetek, hogy hova érdemes menni esetlegesen? Stella Mine, the main source of Starlight in Elphys. Hát én a bazárt ajánlom, de ahogy érzed. Igen, én abból indultam ki, hogy az van rögtön mellette. Menjünk ide, megnézzük An ezt. An Aristoi woman named Marissa planned to seek refuge with the adherents,
so we sent guards with her to ensure her safety. Mm-hmm. The guards were ambushed, though, and rajta we lost track of her in the Argus Bazaar. Őrökön, akik Marissát akarták védeni. Right now, the bazaar is under the Ethrus' control. They preach there in an attempt to recruit people, and they won't hesitate to kidnap people for their shape-shifting rituals. I'm worried that Marissa may have met a similar fate. Hilda, you have to go deep into the bazaar to investigate her whereabouts. Meg kell találni Marissát. Just use the signal stone, and I'll send someone to bring her back to the shelter at once. Oké. Tehát meg kell találnunk Marissát itt a bazárban, és ha megtaláltuk, akkor be kell gyújtanunk a jelzőkövet, és ő egyből elhozza vissza a Chayét ide a shelterbe. Jó. Let's go. Igen, és akkor... Where are you going? You must hear all the mission briefs before setting out. Fallon Academy is an important military and political hub, so naturally it is well secured. Én mentem volna a misszióra, érted ezt? Hova mész? Hallgass meg mind a hármat! There's an iris deep in the academy, and it's one of the strongest weapons the Aphis Legion has at present. Na, bocsánat. It can condense energy and transform it into a destructive beam of light. However, its energy is so high that the Archon of Legion rarely uses it. Mm-hmm. Letting something like that sit around collecting dust is such a waste, don't you think? I need you to retrieve the iris. Az Iris nevezetű fegyvert, ami elképesztő energiával dolgozik, azt kell megszereznünk. Jó, és a bányánkban mi van? Pit Village sent a message requesting help. Uh-huh. They say that a magical anomaly involving foreigners has occurred. The villagers are strong and resolute, but they're also very stubborn. If we're going to learn more, we need to meet their leader Abalon face to face. Abalonnal kell találkoznunk. You're the best choice to send as an envoy. Aki a Pit Village-nek a vezetője. At present, the situation there is tenuous, largely because Archon Marble withdrew the troops and gave up on guarding the mines. Now, both the War Axe and the Heretics desire to claim the lands, and Pit Village is fighting alone. Aha. Hear their request. Now is the best opportunity to gain their allegiance. I'll give you a token to let Abalon know who you are. Mm-hmm. Mm-hmm. Jó. És akkor... An Aristoi woman named Marissa planned to seek refuge with the adherents. So we sent guards with her to ensure her safety. Meghallgattam, jó. Oké. Meghallgattam mind a hármat. Most már akkor megnyugodtál? Time is of the essence. Jó. Igen, megvan mind a három, és akkor mi a Argus bazárba akarunk menni. Jó. Jó, és megkaptuk a tokent, hogy a mine résznél az abalalama bum-bum, az megismerje minket. A Fallon Academic szövetsége a Phalanx? Jó kérdés, nem tudom. Jó. Igen, és akkor honnan, hogy tudok menni oda, hova menni kell? Biztos az ajtón ott hátul. Ott van a mocskos szennyese. Tudunk-e még fejleszteni, upgrade-elni, vagy ilyesmi? Hé, hey, Kovács Jány! You kill... We should... Well, you can't please everyone. Hey, sweetie, what's up? Get craft trinkets. Aha, azt is tudunk craftolni ilyen cuccot. After a thousand years, this item has suffered serious damage, but still... Tudunk egy ilyet csinálni például. Ilyen Shabby Necklace-t is tudunk csinálni, meg ennyi. Azt mondja, hogy Astralból nem tudunk, Fireball nem tudunk, Iceball, Thunderből nem tudunk. Van-e hely? Thank you. Adott esetben, hogyha csinálunk még egy helyet, trinkletből tudok. Tehát akár tudunk oda tenni egyet. Hey, sweetie, what's up? Minden oké, okay, minden oké, okay. Sebi, bibi, és akkor ott látni a statokat. Aha. Tip. Igen. The damage reduction rate of strike type of damage. Aha.
Igen, és itt, damage-re, aha. Aha. Hát figyelj, akkor lehet, hogy megcsináljuk. Igazából ugyanannyiba kerül minden a kettő. Úgyhogy csináljuk meg a nyakláncot. Klatty. Oké. A weaponen meg nem tudunk upgrade-elni többet. Sajna bajna. Thank you. Lesz egy másik ajtó. Oké, köszi, köszi. Jó. Azt mondja, hogy profilizáció, profilization. Satisfaction, shuribidubi. Igen, attribute point jöhet egy a HP-ra. Bizony mondom, hogy HP. Konfirmáció, talent pointból pedig kettő kell a következőhöz, amit én emlékszem ezt tegnapról. Oké. És ott volt egy másik ajtó, az az ajtó arra felé vajon? Mindjárt ki fog derülni. Ez jó lenne, ha valahogy jelölné, tehát nincs térkép, vagy ilyesmi. Journey, autotototototó. Bazár, igen, hát ezt értem. És megint üvölt a zene, ezen a helyen üvölt a zene. Mónika. De ez nem a bazárba visz. És honnan tudom, hogy melyik visz hova? Ott van egy ajtó. Aha, this is the way, onnan tudom, hogy elmondja. Ez visz a bazárba. Oké. Köszcsi, na mentem. Az őr megmondta. Jó, megyünk a bazárba. Be kell vásárolni az esti partihoz. Fel van írva nekem ide listába, hogy két demizson bor. Na, azt mondja, hogy HP töltő. Azt amúgy kellett volna vennem a bázison. Van, akinél lehetett volna venni? Mert csak 12 van. Hiiiia! Bocsánat. És azt az infót kaptam, hogy így érdemes nyomkodni ezt, mint süket a csengőt. Zuty. Le vagyon mentve. Yes? Szia zsebe! Üd! Haló? Te ilyen gonosz jellegű vagy? Traits, ritual knife, Ethras. This must be one of the cultists. Nice way to recruit members. Kultista volt? Undorító kultista. Ezt fel lehet venni? Le lehet harvesztelni? Nagyon aranylik. Jó, na várjátok, mert ott volt valami, vagy ott nem lehetett még itt tovább menni? Lehet, hogy totális hülyeség, amit most csinálok? Nem, mert ott a láda, tudtam, csak nem sejtettem. Az is mi van benne? Örök élet. Nagyon jó. Idédék meg kúdé. És itt le lehet esni a vízbe. Na most információim és emlékeim szerint hősnőnk nem annyira tud és szeret úszni, úgyhogy nem esünk le. Úgyhogy megyünk erre szépen tovább. Halló? It looks like... Ez olyan, mint egy lift. És hogyha ráárok... Már megyünk is! Liftes zene! Első emelet. Fehér nemű osztály. Nem, elfejtettem inni. Oké, itt ilyen fagyasztós történet lesz, hogy ilyen hideg köd van. Slacs. Szia Connor, hello, Disney Aloy. Végül is. Okay.
nem itt találkoztunk a csávóval a előző streamben, aki ott mi történik? Aki csalással nyert ellenünk? De ne állj bele, hát ez hülye. Oké, ez ilyen mágikus tűz jellegűnek tűnik. Szerintem ott nem tudunk bemenni. Hacsá! Jó, nem tudunk oda sem menni. Innen pedig jöttem. Akkor megyünk erre. Én is hallottam a hangot, nem hallucinálok. Citizen Square. I just saw someone. Did they just disappear? De hopponáltak? Konkrétan de hopponáltak. Jó, interaktálunk a bonfire-rel. Mehet egy rest. Ez a villogás, ez nem kéne. Meg a íris égető fehér képernyőt is kicserélhetnék valamire. Amúgy. Nyugodtan lehet engem hívni tanácsokért, kedves videójátékfejlesztők. Nem drága. Pár ezer euró belefér szerintem. Hogy az emberek ne legyenek agyérgörcsel a kijelzők előtt. Ha véletlen valakinek kétszer köszöntem volna, akkor bocs. Semmi baj. It's hard to imagine living under martial law for a thousand years. There's a sword and a piece of high-quality cloth. It looks similar to Bion's sword. There aren't any new scuffs on it. It seems the fight ended quickly. High-quality cloth, adorned with lace. Looks like it was torn off by razor-sharp claws. This must be where the adherence guard and Marissa were ambushed. Aha! Valószínűleg itt ütöttek rajta. Hello? Jajjaj. Jellegét tekintve gonosszal van dolgunk. Elnézést kívánok, ez hogyan lehetséges? Azt a... Nagyot rak a fari. Farkas. Hoppá, hopp. Szurka piszka. Nekem te itt ne garázsoljál. Jó, meghalt. Okés. Halló? Van itthon valaki? Are you the one drove away the cultist in front of my house? Igen. Come closer, let me take a look at you. Oh, by the gods. What's wrong with your skin? Már neked mi bajod van az én színemmel, mi? Anbariból jöttünk. I see. Don't go yet. Would you mind answering a few questions? I am playwright. Mi? Ő is izé író. Pay the star. Nem. Nincs pénzem, csóró vagyok, fejlesztése kell. Le akart húzni 1000 pénzzel. Hát... Ilyet? Azt mit nyújt az cserébe? Semmit? Mi vagy te, streamer? Jajjaj. Na nyugi. Hogy volt az ugrás? Várjatok. Így. Oké. Okay. Itt egy gonosz. Vagy nem? Is
someone singing? Ezt tudom, ez a izében volt, a Elden Ringben. Warrant. Age of Knowledge. Oké. Okay. Letartóztatási parancs. Ott volt valami. Jó, és ezt a idézőkört, ezt nem lehet megszüntetni? Jó, ezt még egyszer nem játsszuk el, hogy ettől beijedek, jó? Ő ott nyomja a pantominetet. Azt hittem, ott ki tudok mászni, bocsi. De ott van fönt valaki. Jújjúj. Micsoda ária. Még két oktávval föl. Még kettővel. Gyerünk. Nem megy, mi? Ne. Oké. Okay. Ez megvan. Ott, mint hogyha lenne, ez egy echo, igaz? Várjatok, ez valami nagyon nagy. That's what she said, ugye? My lord, the harpies attacked us from behind when we were fighting the other beast. The harpies are lost. Nem. The ones in the street have all been destroyed. There must be some cultist who knows how they work. Yes, they came prepared. They're intent on crushing a legion. No time to hesitate. We must fall back. Order a full retreat back to Argus Plaza. Activate the defense array and get ready to launch Plan Iris. My lord, what about the citizens? Mi lesz az emberekkel? Do your best to bring them to the plaza. It's our most solid line of defense. We bear the warrior spirit of Aegis. As long as we can survive, we have a chance to fight back. As for the losses, I will bear that burden. Great Lord, may you bless their souls and protect them from suffering. Yes, hold retreat! Hárpiák megtámadása című. Ettől a zenétől PTSD-n van a Timézia első boss fightjára, nem inkább az utolsóra, ami bugos volt? Hiá! De ez működik rendesen. Na várjatok, itt ön... Halló? Oh, wow. Nos, That voice, it's hers. Is she a cultist? Kultista? Konkrétan kultista? Special War Rider Orders. Carrying weapon or dangerous objects is strictly prohibited. Prohibited. Az minden tilos. Minden tilos. Jól érezni magad, szintén tilos. Jó, na várjatok. Nézzünk itt szana meg széjjel. Hello, kop kop. Mi a helyzet ide men... Ahem! Halló? Ahem! Nincs itt senki. És mi ha erre megyek lefelé? Ugye, ezt támadni akar! Anyukádat úr... Hú, meg... Ez mi volt? Mocskos csaló az összes farkas.
Na mi van, hogy szereted a tüzet, teszem? Nagy. Pusztulj! Ezeket konkrétan rámugrottak. Nem lehet ilyet csinálni, gyerekek. Halt. Kutyákok. Kutyákok is halt. Gold Slab. Az ilyen fejlesztési cucli-mucli. Most... Au! Én nyertem. Jó, fel is lehetett volna menni? Jó, nem baj. Ez így viccesebb volt. Ez nem egy shortcut vissza akarna lenni? Press X. És nyílik az ajtó, és ott lesz a shortcut, és tudtam, hogy tudtam. Tudtam konkrétan. Így is van. Ott ugrottunk el, ugye? Tudni illik. De várjál is, hogyha oda lentre lemegyek, akkor... Ott van HP töltő. És hogy jövünk vissza? Tehát nézzük meg, hogy milyen opció... Oh, ja, hogy így, ha? Itt van! Arra nem volt szó, hogy ez egy ilyen ijeszgetős játék, hát nem tudom, hajadjára... Áú! Csíp! De nyomom a... Nyomom a... Mi a... Pöcskénz van? Miért nem dodj... Most meg működik. Jó van. Jó van játék. Jó van. Ha... Nem voltak túl aktívak. Egy darabot kapok össze meg... Egy darabot? Nem érte meg erre jönni. Hashtag nem érte meg. Kettőt ittam meg, mire ide értem. Nem bugosak voltak szerintem, csak... Csak egyszerűen nem támadtak, nem tudom miért. A fene se tudja. Nem fogjuk megkérdezni. Jó. 11-es szint. Ahogy, oké. Elpusztulandusz. Remek. Jövünk erre szépen. De ezt a lenti szekciót akarom el... Jújjúj. Itt vannak ilyen izé valakikek. Már át is alakulik. Jaj! Várjál, mert nem erre voltam rá. Dodge! Te nem dodge-ol meg itt az anyád úristen itt! Kaptam egy HP-töltőt. Na, ezt akarnám csinálni, igen, hogy odaszúrok, és hátra dodzsolom. Jó, mit védtek még itt? Haló? Nem mentem, lehet semmit sem csinálni. Ennyi? That's all, folks. Oké. Okay. Amúgy pont gyönyörűen kitakarom a listát, tehát oda nézzetek, figyelj. Hoppá! Hoppá! Tökéletes méret. Jó, menjünk erre. Hello, jó napot kíván... Nok. Loot. Innen nem tudunk tudni átugrani a túloldalra. Ez kizárt dolog.
nem volt ilyen kréta festészeti valami ott a szélén, olyankor lehet csak ugrani. Hát levette az oszlopot! Margit! Hát ez hülye. De megnyomtam a dodge-ot. És mi... Meghalt. De ki tépte az oszlopot? Város rongárásért tessék feljelenteni, vagy valami. A járási bíróságot keresném, jó napot kívánok. Kop, kop. Who are you? Egy jó öreg néni kérdezi. There's no shortage of unrest and war in this place. It's an endless nightmare day and night. The cultist just nabbed some people outside, saying they're going to liberate the innocent. They're insane. I wanted to ask if you heard a girl struggling. Emlékszik a sikolyára. Go ahead, it's at the plaza in front of the amphitheater ott. Oké. Okay. Jó. Kösz az infót, na csocsi. Arra kéne menni talán. Az mi az a csillogó? Faint light flashing on the ground? There's a rose in the starite. Something this delicate could only be owned by an Aristoi. It must be Marissa's. There's some animal footprints. It looks like they've taken her. Hát maybe the neighbors be. Know something. De hát ez leszpoilereztük már előre. Megkérdeztük már. Szevasz. Nem szabad az ajtót bántani. Taktikai pajzsozás. Gyere üss. Na mi van? Hát ők kaptak. Jó, de most az ajtón lehet, hogy ott lehet, hogy nekünk is be kéne kopogni. Kop, kop! Most már biztonságban vagy? I was just running an errand when those monsters came out nowhere. Kell-e segítség? A kuzinjának next block over, can I trust you? Aha, persze. In Stardust way, I can consider it your reward. I deliver it for you. Jó, kaptunk egy sálba tekert csillagport, hogy adjuk oda a valakinek. De most egy blokkal odébb. De most az erre akar gondolni, vagy arra tovább egy blokkal? Vaj. Ilyen mellékküldetési küldetésekben vagyunk. Hello, neked kell? Mi? There is no response or sound from the other side. De hát az előbb itt beszéltünk. Jó, tehát nem ide kell hozni magyarul, ez a lényeg. Vagy ide? Nem. Jó, megyünk tovább, megyünk tovább. Egy blokkal odébb.
Hű, de megijedtem a hangtól. Az anyukád, úristen itt. Hajime! Ez a 200-as damage, ami, az elég menőke. Azt kell, hogy mondjam. Jó. Oké, menjünk erre lefelé. Jaj, de hát te milyen morcos vagy. Na még egy ütés. Úgy is van, kapta is. Haló? Hát ez egy hárpia. Az hogyan bántalmazzam? Gyere ide! Uramisten, uramisten! Levágtam a hárpiát, kapta a nullos halt, lehet összecsomagolni. Jó, nagyon szép. Through the canal. Na mi a kanál? A kanál. A túloldalán ennek a izének. Tényleg azt mondta, nem figyeltem. Knock knock on heaven's door. Lives in the blocks, mi? Across the canal, thank you. Oké. Okay. Kanál is, ez a kanál is, nem? Tehát visszafelé? Lakódzik. Ott van szembe. Ő lesz itt ez. Hello? Who is it? Aha, ezen megtaláltam. Nagyon jó. It's from my cousin, yes. Where did she get the stardust? It is helpful. Igen, szüksége volt rá. Her daughter? By the way, they give this. Szóval ezt meg a lánynak kell odaadni. Oké. Okay. Of course. Thank you. Jó. Butterfly comb. És ezt hova kell elvinnünk egész pontosan? Kop, mondd el még egyszer hova? By the way, did you take my gift to my cousin? Vissza a kuzinhoz. Gyerekek, már megint izét játszunk. Megint MMO-sat. A háztetőn amúgy nagy farkas imádkozások voltak. Nem tudom, figyeltétek el. Kap, hello! Give it to her and this again. I don't have any kids. There must be a misunderstanding. I definitely suit a girl like you. Yes, it must be a gift for you. Just take it. I wouldn't suit an old woman like me. Tehát kaptunk egy hajtűt. Azt az mit tud? Meg hol van? Quest item, nem? Nem. Lehet, hogy ilyen izé, trinklet? Ott van. De konkrétan semmit nem jó. De konkrétan semmi statja nincs. Egy pillangós haj, izé, bigyóka, de semmi statja nincs. Hajfésű. Jó, kettő pontom van. Ez azért nagyon fontos, hogy van kettő pontom, mert erre emlékszem, hogy ezt ki akartam fejleszteni, és ez kettőbe kerül. Úgyhogy ezt meg is tanuljuk. És elvileg most, hogy ezt most már tudom, akkor azt be kell állítani a skillnél, nem? Aha, már ott is van. És már ott is van. Jó, és várjatok, és ez... Ű, de menőségességesség. Jó, azt mondja, hogy ez jöhet 5-re, ez pedig 12-re, én azt mondom. Igen, némi hang incidens, de mehetünk tovább. Jó! Kiváló. Na most ott volt egy ajtó, tehát valószínűleg arra felé kellene menni.
Ugye itt találtuk a pöttyi-pöttyit. A statokon kívül adhatnak plusz dolgot is. Igen, és ez adott. Stat nélkül semmit nem ér. Increases the carrying limit or limit for selves. Ó, hát de hát most még... Na. Többet tudunk cipelni valamiből, értem én. Gyerekek, olyan szomjas vagyok, mint az állat. Nem tudom, mi van. Általában egy stream alatt szoktam ennyi, egy pohár ilyen üzét meginni. De már mindjárt elfogyott. Szevasz! Akkor viszlát! Kösz, hogy jöttél. Szia, Wardam! Hello, hello! De most erre, vagy arra, vagy arra, vagy erre? Menjünk inkább erre. De én látom, hogy itt a loot. Figyelj! Francba. Aha! Titkos rész. Hello, fiúk! Ne, nem kéne a balhé, jó? Én voltam. Nem jogom. Thank you for saving me. Nem szívesen, Werewolf? Miért bántottam? I was out without permission. That's treated as a betrayal, so they're hunting me down. Tehát engedély nélkül jött ki, és ezért elagyabugyálták. Na de most várjál, mindenki az átok miatt ilyen werewolfnak néz ki. I appreciate your help, but I need stardust. És akkor most meg akar... És akkor most meg akar ölni. Hát akkor nesze neked Stardust a szemétlának. És ott van nála egy papírovics. Werewolf's diary page. A few months back I didn't hesitate to accept Paul's proposal and I joined Ethrus. I heard that by turning into werewolf I can gain more power and everything is as I'd hoped. I began searching for people to preach to, but in reality I turned them into stardust to keep my wife and child alive. Tehát önként jelentkezett, hogy vérfarkassá változtassák, mert a fizetségül csillagport kap, amivel el tudja tartani a családját. Nani? These days of hiding are painful. But I would sacrifice anything to keep my wife and child from becoming such hideous beast. But in recent days, I gradually come to feel that my end is near. If anyone sees this diary, if you feel any shred of pity, please look after my wife and child. I can't do that. Please end their suffering. Okay, és hol vannak? Adok nekik egy ezrest. Annyit megér. Nincsenek itt. Oh, sorry vagyok. Jó, ja, erre voltunk. Micsoda drámák vannak. Kegyetlen sztori, mi? Önként jelentkezik, hogy vérfarkas csináljanak belőle, és nem, hogy eltartsa a családját, és mégsem sikerül ez a történet neki. Az viszont ott loot. Az meg ott eneminek tűnik. Hárman is vannak. Négyen, valaki van fönt is. Nem zavarjuk őket, hát hadd járkáljanak. Én itt nézegetek még jobbra-balra. Jó napot kívánok. Knop-knok. Micsoda? Did you come to bring me to the sublimation ritual? Nem. What a pity, I'm waiting for them to take me. They'll be here soon and then I want to be free of stardust. Aha, tehát aki... De hát akkor csillagport esznek, vagy mi? Tehát aki nem változik át, az függ a csillagporttól, aki meg átváltozik, az nem függ attól, viszont cserébe egy bestia lesz. I can't wait to be free.
Let this city be destroyed. This place should never have existed in the first place. Do many people expect sublimation like you? Of course, yes. If sublimation can free me from hunger, there is no reason to refuse it. Aha, aha. Hogy fenntartsák az emberi alakjukat. Igen, igen. Ha átalakítják őket, akkor nem kell a Stardust. If you encounter that, as well as ask them to pick me up quickly. Hát önként vállalkoznak erre a bulira. Na de... Először is ígyunk meg egy HP-t. Hopp, 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 itt van egy jelölés. Tehát arra felé kell mennünk. Ez akkor gondolom ilyen extra útirány lesz, vagy valami hasonló. De most engem kérdeztek, itt sok a gonosz. Ah, viszont van itt egy ilyen. Ezt beaktivíren. Ezt beaktivíren, így. És visszamegyünk itt rendet tenni. Itt nekem itt nem fognak izé. Oh, erre is lehet jönni. Miért lehet ennyi felé menni? Jézusom, itt meg egy láda. Szia Vine, ciao ciao. Jó. Silver or. Tényleg, aki esetleg délután követte Pistinek a streamjét, neki hogy tetszett a játék? Hello! Hüha, hüha. Meggondoltam magam, nem. Ezek bezártak egy ilyen körbe, vagy mi az Isten? Ó! Oh. Na jó, nem jó. De hát nyomom a védekezést. Jó, még élek. Semmi Rasputin, nincs. Megarázsoljál. Átváltozott. Farkas se, jó. Hú. Azt mondta, tetszett neki, csak nincs rá idő most. Tudtam, ma csak egy streames lesz, szóval nem fogja tolni. Azt hitte, gagyi lesz. Nem lett gagyi szerintem amúgy a játék. Nyilván érezni rajta, hogy azért nem egy AAA game. De amúgy szerintem korrekt egyelőre. Notice, measurements currently taken will be horribly changed in order to call on cultists to turn themselves in and those who with knowledge of cult related activities to come forward as well as enhance rewards for whistleblowers. Whistleblowers. Yeah, besugókat. Market notice, yo. Ezeket felírjuk. I remember the age of knowledge ended in 1865 and phase is going to continue it. Ha. Tehát egy korszakod befejeződött. És itt van valami, nézzétek csak. Cultist note. Today we held the rite of sublimation which was presented over by Brother Doron. Doron? Mm-hmm. Witnessing the beautiful feathers form and the moment with the moment the wings are spread has made me sincerely appreciate how truly worthy Brother Doron is one of their title feather giver. Okay, yo. Ide be lehet jönni. Volt ott loot. Fist weapon, vagy mi az, azt tetszett neki nagyon? Fist weapon. Ja, tudom, ez a... bracelet. A landmine-nal. Ja. Az jó pofa, az is, igen. Oké. Okay.